Na, Hollywood doktoron, már jó, újra nézzük a csalót, Infernón vagyunk. Bocsánat, hogy csalót mondtam, és le is húzom, nem szabad előítéletesnek lenni. Nézzük! A 720-60 FPS lesz szerintem az állandó videóminőség. Folyamatosabb a kép, mint a 30 FPS. Illetve telefonon a 720-1080, mindegy, de meg számítógépen is, idézőjelben mindegy. Szerintem így jobb, mint a 1080-30. Szerintem nektek is jobban fog tetszeni. Hát ez minden lesz, úgy tűnik. A VH biztos. De hogy... Nem lő, nézzétek már. Na, mit csinált ez ott? Aha, ez aim lesz. Valamilyen célzási segítség. Vagy szimplán így rángat az aim, vagy a no recoil csinál így neki, és egy helyre megy a golyó egyébként. Mit csinálsz most? Figyeld, tudja, hogy honnan jön. Figyeld, és vissza fog nézni rá. Azt hittem, hogy visszamenne és házba visszanézni, az bunkó lenne nagyon. Tudja, hogy honnan jön. De szóval megy. Ja, jön, jó van, azt hittem, hogy visszafelé elmenti. Figyelj, visszafordul. Szerintem ez no recoil. Nem ment a golyó sem erre, csak egyenesen. Ahogy lehet, hogy ez egy ilyen gagyi no recoil, ami rángat, és azért rángat, mert hogy úgy megy egyenesen a golyó, ez ilyen inverze, tudjátok. Nem egy helyben marad, hanem rángat a fegyver, de a golyó egy helyre megy, ez ilyen 10 forintos, ilyen benzinkúton vett no recoil. De mindjárt kiderül, de mit csinál? Nézzétek már. Tüzet akar, de látod, nem veszed észre csengetjét, hogy tudja hol van, és most ő már úgy dobja a smoke-ot meg a tüzet, hogy jó legyen? Ibolya, figyeld. Ó, oh, meghalt. Ő mindjárt ránéz, ahogy kell. Nem néz rá. Kapja a gránátot arcba, de ő leveszi mellel. Tüzet is kapja, nem ér le a tűz. Innentől nem szűz. Hát, kettő vagy egy gyerekek, szedjétek össze magatokat. Falon keresztül ne tartsd le, mert nincs értelme. Ott nem bízhat a golyó, bár megpróbálhatod. Figyeld. Jaj, kapott egy fejest. Falon keresztül kapott egy fejest, úgyhogy menekülni kell, de nem. Kinéznek rá, a fóka mindjárt levi, nem lövi el. Még ők se tudják, mi fog történni. Mit csinál a csávó? Kikapcsolta? Ennyire kapcsolta csak be, vagy mi? Így próbálja rejteni? Vagy a kettővétet azért nem hozna le, ha nem feltétlen muszáj? Nem tudom elképzelni, hogy most mit akar. Látjátok, nézzétek már. Mit csinál most ez? Nem is lő. Elromlott a cheat, vagy az egér közben? Vagy mi romlott el? Tehát V-házott biztosan, meg mint, nem is értem, mit csinál. Engedi az ellenfelet magára egy kicsit? Felengedi? Nézzétek, már nem lő, csak kinéz. Most lő, de meg már késő. Na csáó, lefejezte. Ezt írjátok meg, hogy szerintetek mi történhetett? Bejött az anyja szólni neki, hogy kisfiam, a többet csalsz, akkor nem ez lejátszó térre, vagy mi? Statrakos bronzdékó. Start trakos bronz deko. Na. Aha, jó. Nézelődj. Mindjárt kinéz és fejes. Nem. Nem tudom, mi történik. A lábát szétlőtte a csávónak. Hát azért nem aim, mert akkor már rég fejbe lőtte volna. De valami, vagy gagyjaim, de szerintem... a csávó milyen izit kapott, ha fejest. Aha, próbálja rejteni szerintem, vagy nem tudom. Biztos, hogy csal. Tehát ez nem kérdés, vagy csalt, de...
Most mit akar ezzel csinálni, ezzel a rejtéssel? Vagy hogy ezt miért csinálja? Nézzétek meg, ez nem is értem, mit csinál a csávó. Vagy néha bekapcsolja, néha ki vagy, vagy hogy, vagy nem tudom, de... Elképzelésem sincsen, hogy mit csinál a csávó. Lehet megbánta, hogy csalt időközben és nem akar lebukni, mert nem tudom, pedig nincsen egy normális skinnyese. Hogy hirtelen elkezdte félteni az akkontját, nem tudom elképzelni. Komolyan nem tudom. Mi történt? Azért gyorsítom, mert hát most ezen mit nézzünk? Látjátok, így ránt a fegyver. De szerintem ez gondolom egy gagyi no recoil, mert ugye nem ránt fel az emberre, meg semmi nem történik úgy igazából. De viszont a golyó az egyenesen megy csak. A fegyver rángatózik, de a fegyver egyenesen, a golyó egyenesen megy. Így felfelé rángatózik, de egyenesen megy mindig. A golyó nem megy össze-vissza. Na elkezdett most már végül csalni. Mit csinál? Nézd már, mit csinál. Látját? Én szerintem nem megy a golyó sehova. Vagyis hogy nem megy, tehát nem kezd spray kontrollozni itt nagyon. Megy a golyó egy helyre. Csak így rángat a fegyver közben, de ez lehet ilyen megtévesztő, hogy rángasson a fegyver, és akkor olyan, mint hogyha spray control lenne. De szerintem ez pont, hogy a no recoil lesz ez a szituációban. Vége. Hát srácok, ti írjátok meg, hogy szerintetek hogy csalt, szerintem így csalt, az az én véleményem, szubjektív, nem objektív. Halihó, ez lett volna Dr. Antal Mario, és találkozunk a következő vacológia intézeti betekintésben. Sziasztok!